Kéthetes edzőtáborral kezdte a felkészülést a Máté Szalkai MTK, az elmúlt héten hazai környezetben edzettek, jelenleg pedig Géberjénben tréningeznek a játékosok. A legutóbbi 10-zel szemben az NB2 északkeleti csoportjában 12 csapatos lesz a mezőny, amelyhez a megyéből Vitka, valamint Füzesabony és Heves csatlakozott. A Szalkaiak az elmúlt szezonban újoncként a 4. helyen végeztek, abból a csapatból viszont gyakorlatilag senkire sem számíthat a szakmai stáb. Ami egy kicsit nehézséget jelent számunkra, hogy a sikeres tavalyi bajnoki szezon után, hiszen újoncki 4. helyen végzett mind a felnőtt, mind a junior csapatunk a bajnokságban, egész sok azoknak a száma, akik távoztak a csapattól. Ebben talán még egy kicsit egyik szemünk sűr, másik nevet, hiszen olyan játékosok, fiatal játékosok, akikre ugye mi is számítottunk volna, de az benne volt a kalapban, hogyha tehetségesek, akkor ugye tovább lépnek. Ezek közül most konkrétan 8 játékosunk fog eligazolni, 6 a Debrecen színeit fogja erősíteni, természetesen ugye NB1-es klubokról van szó, és 2 játékosunk pedig Kisvárdára igazolt, ugyancsak NB1-es utánpótlás csapatban. Ezen kívül még Kisvárdáról a tavalyi bajnokságban 2 játékos szerepelt kölcsönbe, természetesen ők visszakerültek az egyesülethez, így hogy egy osztálya feljebb szerepelnek, illetve 2 játékos befejezte az aktív pályafutását. Mivel a jelenlegi keretben 25 éves a legidősebb játékos, az edző egy gyors kézilabdát játszó csapatot szeretne látni a pályán a bajnokságban. A nagy hangsúly elsősorban a gyorsaság lesz. Gondolkozok egy 3-2-1-es védekezésbe, és onnan a lerohanásból szeretnénk gyors gólokat. Mivel fiatalok, így lendületesebb lesz a játékunk, és a gyors gólokat próbáljuk majd megszerezni. A Máté Szalkaiak még szeretnék megerősíteni a keretüket, mégpedig fiatal debreceni játékosokkal. Az MMTK a nyitófordulóban szeptember közepén a DVSC 3. csapata ellen lép pályára.